Jó estét kívánok mindenkinek! Június 27-e van, eltelt egy újabb hét, és hát értékeljük a hetet. Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoznak. Az a kérésem, hogy írjanak, jelezzenek, bízom benne, hogy a párbeszédet azt tudjuk folytatni. Úgyhogy ahhoz, hogy tudjunk érdemben párbeszédet folytatni, az a kérésem, hogy írjanak, jelezzenek, mondják el, hogy honnan vannak, illetve milyen esetleg olyan kérdéseik vannak, milyen felvetéseink. Köszöntöm Albert Erikát, jó estét kívánok, és várom, a minél többen jelentkezzenek be, Bartali Zsenikőt is, Csumafalváról. Igen, tehát tegnap előtt pénteken délután ott voltam, Polgár Margitot, Sabu Teréziát, tehát Csumafalván voltam pénteken, és egész szombat, majdnem hajnalig ott voltam a hokis fiúkkal, régi bajtársakkal. Az a kérésem, hogy írjanak. Köszönöm szépen Emil Németországból, hogy köszönt, és osszák meg ezt a videót, illetve nagyon fontos, aki ha vetem, nem is akar írni, de hogy ha bármilyen formában lájkol, az egy visszajelzés, és rá tudom gondolni, hogy hogy legyen a továbbiakban. Tehát a ma 27-én, ugye a hét legfontosabb, egyik legfontosabb témaköre, ami elsősorban köszöntöm Hajdú Ivánt, Bogárfalváron, Salamon Katit, Pál Imrét, Szilágyi Szabolcsot. Tehát a hét legfontosabb eseménye talán, ami minden évben ebben az időszakban megtartásra kerül, az a nyolcadikos diákoknak a felmérése, és hát az előzetes eredményeket 29-én fogják közé tenni, fellebezni lehet június 30-áig, és végleges eredmények július 4-én. Hát én nagyon bízom benne, hogy nagyon sok Hargita megyei 8-os gyerek jó eredménnyel fogja zárni ezt a kis érettségit. És hát a hétfőn kezdődik a nagy érettségi, tehát a 12-es diákoknak az érettségi, úgyhogy ez a következő hétnek az eseménye, és hát persze a hétnek az egyik legfontosabb eseménye, erről többet fogunk beszélgetni, az a medvekérdés leg. Nagy Monikának is mondom, Kitus Nátrudról jelentkezett be, hogy köszöntöm Sándor János Kecskemétről, Balogh Lajosnét. Sándor János, lehet jönni haza, vagy bontsa ki a kérdését, az a kérdésem. Tehát a medve kérdés tekintetében látják jól, hogy elvitatják a jogainkat, a helyzetet, és úgy fogalmaznak meg egyesek véleményt a medve kérdésben, hogy nem is jártak itten. Ugye ezt én elmondtam valamelyik nap a videóban, látták önök szerdán az alcsiki polgármesternek volt az ötlete, javaslata, hogy álljunk szóba azokkal is, akik úgy gondolják, hogy nem kell tenni semmit, mert rendben van a dolog, és a medve itt azt csinálta, amit akar a házaink között, sőt, mi több, mi kinek érjünk elnézést ettől a nemes fajtól. És hát az Agent Green szervezet vezetőjét én ismertem, hisz vele együtt voltam Amerikában, mikor arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet a medve kérdést kezelni. És én azt mondtam neki, hogy ha soha nem járt Hargita megyében, vagy legalábbis az én tudtommal nem járt, akkor hogy tudja azt mondani, hogy itt hogyan kéne együtt éljünk a nagy ragadozóval, jöjjön el, nézze meg. Úgyhogy ez az egyik hírünk, hogy válaszolta az Agent Green, tehát ez a szervezet, amelyik azt a petíciót is elkezdte Táncos Barna miniszter úr ellen. Mi arra kértük, hogy addig a petícióját állítsa, amíg nem jön ide, bizonyosodjon meg, és bízunk benne, mert utána le lesz véve napirendről ez a témakör a részéről. Tehát Táncos Barna teszi a dolgát, és azt teszi, amit az elmúlt években szakemberek, érdekelt felek a medve kérdésben kidolgoztak, elmondtak, és ezt kell gyakorlatba ültetni. Úgyhogy július 23-án, tehát 3 hét múlva fog jönni ide, kicsivel több, mint tehát 4 hét múlva fog ide jönni hozzánk. Majd jöjjenek javaslata, illetve itt kérném, alul írják meg, hogy az Agent Green képviselőit hol vigyük el, mit mutassunk meg. Ő egy napra szeretne jönni, én azt mondtam, hogy hát legalább töltse itt a hétvégét, legalább 2 éjszaka is kerüljön bele,
az itt tartózkodásukban, és hozza az összes szakértőit, az összes munkatársát, ügyvédjeit, ugye láttuk a tévében, hogy ügyvédi irodákkal dolgozik, és akkor a medve kérdést, mert nincs rendben, úgy, ahogy így kezelődik, illetve az sincs rendben, hogy az ember élet nem számít. Úgyhogy az a kérdésem, hogy írják meg, hogy július 23-án hova vigyük az Agent Green és csapatát. A hétnek a jó híre másik, hogy véget ért a karanténkötelezettség oda-vissza Magyarország tekintetében, tehát azok számára is, akik csak román állampolgárok, azok számára is, akik csak magyar, vagy azok számára is, akik magyar és román kettős állampolgárok. A Hargita megyében a pillanatban minden település zöld, és a magas kockázatú ország tekintetében Európában csak a Nagy-Britannia maradt a vörös zónában, és a sárgában sincs már egy sem, tehát az a kérésem, hogy írjanak ide be arról, jelezzenek, illetve tegyenek fel kérdést, hozzák meg ezt a videót. Tehát sárga egész Európa, nincsen Nagy-Britannián kívül más, aki nem zöld. És ilyen tekintetben enyhülnek a szabályok. Életben léptek az újabb szabályok a július 1-ig, jobban július, tehát meg voltak hirdetve a lazítások, amik július 1-től kezdődnek, tehát ez jövő héten csütörtök. Úgyhogy 2500 személyre lett növelve a kulturális szórakoztató eseményeknek a részvétele, és két négyzetmétert kell biztosítani minden részvevőnek. Ha mindenki be van oltva, akkor lehetnek többen is 2500-nál, tehát ez azt jelenti, hogy egyre inkább a falunapok, településnapok és Borbély Lászlónak köszönöm. Mindenkit kérek, még írjanak ötleteket, javaslatokat, hogy hol vigyük el az Agent Green képviselőt. Esetleg, hogyha valaki vállalna, hogy hozzá is, vagy ismer olyan embert, aki szívesen fogadja, tehát semmilyen erőszak, tehát aki szívesen fogadja, jelezzék. Úgyhogy 2500 személy, és lehet akkor ilyen szempontból, hogy tennap láthatták itt a videót, tehát Szépvízről, nem Csíkszépvíz, hanem Szépvízről, ahol egy kisebb, szerényebben léptékben, de megtartották a falunapokat, és ezt lassan lehet növelni továbbra is. Az esküvők, keresztelők, nagyon sokan kerestek, az elmúlt egyik legnagyobb drámája az volt, hogy esküvők, keresztelők maradtak el, és hát igazából ezért is nagyon, nagyon fontos, hogy 150 személlyel lehet tartani kültéren, 100 személlyel beltéren, de a 16 év alatti gyerekek nem kerülnek bele számításra. Többen hívtak, hogy merjék lefoglalni, szerződni. Azt mondom, igen. Még hogyha most nem 150 lesz, hanem 170, stb. Hát én mindenkit arra bíztatok, hogy nem 100 lesz bent, hanem 110-120, hogy ne hagyják ezt a lehetőséget, hisz a fiataljaink legfontosabb életének a legfontosabb momentumai az érettségi, az első áldozás, a bérmálás, az esküvő, és persze nagyon örvendünk a gyerekáldásnak, tehát a keresztelők, úgyhogy ilyen szempontból 150 és 100, tehát 150 kint, 100 bent, és 300-an lehet bent, hogyha be vannak oltva. Köszönöm szépen. Égében mindjárt fogok beszélni az útról is, a LOT 3-asról, jó? Oké, egyszer fejezzük be itt a szabályokat. A másik, a játszóházak 70%-os kapacitással működhetnek, a sportrendezvények 50%-os szabadtéri kapacitással beltéren, és az edzőtermek, szállodák, panziók, vendéglők teljes kapacitással, tehát ez a korábbi tiltások véget jelent, és éjjel kettőig, tehát aki eseményt szervez, éjjel kettőig tud eseményt szervezni. A klubok, diszkók 70%-kal működhetnek éjjel kettőig, és tanfolyamok, képzések, workshopok 150 bent, kültéren 200, és megnövekedett az is, hogy beltérben hol kell viselni maszkot, tehát ahol legalább 10 csak ott kell, és mindenkinek persze
megkegyen az oltása, és vásárokat lehet szervezni. Úgyhogy itt már most mondom azoknak, akik szokták kérdezni, hogy Székelyudvarhelyén az autópiac miért nem indul, tehát ez kizárólag, már most mondom előre, csak a városvezetésnek a döntése, hogy miért indul, vagy miért nem indul. Köszöntöm közben Csapai Évát, Csifó Leventét, Kerekes Editet, és hát akkor rá is térnék, hogy itt látom, hogy itt van Edit is, akkor Sándor Jánosnak elmondom, hogy a hét egyik legfontosabb dolgán, eredménynek azt tartom, hogy sikerült aláírjuk Kányádon, a polgármesteri hivatalnak az udvarán, ott a lugasban, a szőlőlugas alatt a szerződést a mérnök kivitelező, tehát a mérnök felügyelőre, és az az útszakasz, amely hát Kovászna megye határától, Oklándon, Homorócent, Pál, Városfalva, Dája, Ége, Jásfalva, Kányád, illetve Petek egyik irányban, másik irányban, Ócfalva felé visz. Azt, annak megvan a mérnök felügyelő cége, egy nagyon komoly céget kaptunk, és a kivitelezővel is egyeztettünk, beszéltünk. A héten sor fog kerülni az átadásra, a terepátadásra, és én arra kértem az olasz céget, hogy gyorsan fogjon neki a kivitelezésnek. Azt kell, hogy tudják, ott a helybéliek ezt is kérték, hogy a tönkrement úttal hogy van, mint van addig is, ameddig lesz a munkálat érdemben, hisz ugye minden útépítési munkálat egyszer kezdődnek, a sáncok, a hídak, stb. Tehát maga az úttest az lesz az utolsó, és megnéztük benne van a szerződésben, betettük, hogy és megígért a cég is, hogy karbantartást fog végezni, tehát a cégnek lesz a kötelessége a karbantartás, azt ígérte az olasz úri ember, hogy ennek neki fognak. Úgyhogy Sándor Jánosnak azt mondom, hogy már volt a mégében, ő nem volt, vagy nem tudom, ő volt-e az, hogy valaki volt egy égei lakos, aki mondta, hogy találkozzunk, de fogunk találkozni, mert azt mondtam, most ha a gépek is megjelennek, akkor megint fogunk jönni, és akkor fogunk beszélgetni. Úgyhogy ez az út elindul. A másik fontos dolog voltam pont csütörtökön a Sapienza Egyetem mérnök szakos hallgatóinak a mérnök avatója. Most nagyon sok fiatalunk végez, akár középiskolát, akár egyetemet. És ha most nem lépünk, ha most nem próbálunk számukra jó néhány ötlettel, javaslattal jönni, akkor biztos, hogy elmennek. És én nem vagyok az, tehát hogy a külföldön való munka, a külföldön való tanulás, tovább tanulásnak az ellenzője. Tehát én is, ugye, ahogy már beszéltük többször, tehát az én időmben a külföld az Magyarország volt, mert annál tovább nem lehetett menni sehova. Ellenben én is Magyarországon kezdtem az életemet, ott dolgoztam diákmunkásként, ott jártam egyetemre, tehát ilyen szempontból nem is lehet nekem kivetni valóm ezzel nem valaki elmény, de van, aki nem akar elmenni, tehát van, aki itthon akar lenni, van, aki itthon akar dolgozni, és számukra kell felhívásokkal jönni, úgyhogy mi a megyei tanácsnál az elkövetkező napokban jövünk, tehát már feltettünk hirdetést, majd itt alul is beteszem még egyszer, keresünk munkatársakat, fiatalokat, de nem csak fiatalokat, keresünk tapasztalt munkatársakat is, műszaki munkatársakat, olyan munkatársakat, akikkel lehet ezt a megyét fejleszteni. A Kis Gabrielnál köszönöm a hosszú és tartalmas beírást, igaza van, és még kérem, tehát tovább, és ez volt a házi feladat, vagy azt kértem önöktől, hogy írják meg, hogy az Agent Green-t hova vigyem el, ha van ötlet, illetve ha van javaslat, hogy mit mutassunk meg nekik. Hát Edit, mondtam, küldtem az atoknak is, a közeli hatóságnak felkérést, nézzék meg. Én, ha bármilyen törvényes eszközzel élnek, támogatom önöket, tehát a megyei tanács részéről többet nem tudunk csinálni a súly tekintetében. Amit tudtam csinálni az az, hogy ez az munkák minél hamarabb kezdődjék el. És ezzel leszek rajt. Úgyhogy a létcsapatunknak a tagja, elindult a kampány, és várjuk, hogy jelentkezzenek, jöjjenek, nézzük meg. És hát a héten a turisztikai látványaink voltak a célpontban, vagyis gyűlést tartott a Hargita Fejlesztési Társulás, Bíró Barna Botond erős kézzel és jó irányban vezeti ezt a szervezetünket, amely ez most már csatlakozott Székelyudvarhely, Székelyegyes, Csíkszentmárton, Csíkszentgyörgy és Kászonaltiz is, úgyhogy 50 településünk tagja ennek az ADI-nak, és a turisztikai
fejlesztéseink tekintetében egy nagy-nagy lépésekkel megyünk előre. Pályázatok vannak, fejlesztések vannak, közös tervek vannak, jelentős összeggel fog a megyei tanács is hozzájárulni a turisztikai népszerűsítés, és persze ehhez szükség van arra is, hogy a medve kérdésben minél hamarabb lehessen elérni eredményeket. És hát a tibódi leszakadás körülbelül 4,2 millió lejbe került, tehát 1 millió euróban, ahogy teltek az évek, egyre inkább ment felfelé az érték, és a cölöpöket én úgy értettem, hogy jövő héten arról volt szernek a hétvégén, nem tudom, esetleg ha valaki jár Tibót felé, hogyha van valamilyen munkálat, jelentek-e meg gépek, megkérem, itt alul írja be, mert én utoljára kedden voltam a térségbe, és nem tudom, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tibódi leszakadáson indulnak el a munkálatok, és köszönöm szépen az InkService viaduk cégnek, hogy ilyen operatívan nekifognak, és minden engedélyező hatóságnak, mert most az árvíz mentén is, az esőzés mentén kaptunk egy lehetőséget, hogy gyorsított eljárásban az engedélyezés nélkül, mert az még további fél évet, évet elvitt volna, tudjunk nekifogni. De le lesz zárva az útszakasz, és akkor Székely-Szent Tamás irányából lehet majd megközelíteni Oroszhegyet. A Gárenát mindenhol el fogják kezdeni, tehát 24 hónapja van effektív munkára az olasz cégnek, 50 km, tehát ezt most ne úgy képzeljék el, hogy neki fognak maszatolni egyik sarokban és utána nem, hanem de a 24 hónap ugye kiesik, ami tél, ami esőzés, vagy stb. Tehát nagyjából 3 évre számítunk, hogy 3 év alatt hidakot megépíteni, átereszeket és mindent rendbe rakni. Egyszerűen több helyen kell neki menjenek a frontnak, úgyhogy ez nem a megyei tanács elnökének az utasítása, hanem kell indulni a munkálat a tervező szerint. Tehát Székely-Szent Tamás, Székely-Fancsa irányában lehet elkerülni, illetve be lehet jönni Székely-Szent Tamásról direkt Tibódra, ott a tibódi bejárathoz, tehát ennél a leszakadásnál itt ez a kérésünk, hogy ez erre vigyázzanak. Köszöntöm Gergely Ildikót, Kis Gabriellát, és továbbra is kérem, Szent Tamáson, nem tudom most melyikről beszél, mind a két Szent Tamáson fel lesz, Csíkszent Tamáson is dolgozunk a terveken, és első helyen van Európai Uniós pénzügyében, Székely-Szent Tamási út pedig a tervezés alatt van, és erről is fogunk egy következő alkalommal beszélni. Jó, a kenyérműhely, Gyergyószer Miklós, még egyszerre beteszem alul a videót, nézzék meg, hogy milyen tökéletes a dolog az, amit Fodor Monika férjével együtt megalkotott Székely termékvédjegy birtokosai, és tényleg, ha jövőképről, jó, sikeres projektekről beszélgetünk, akkor ajánlom önöket is, sokat lehet tőlük tanulni, és minden nap délután 3-ig lehet náluk vásárolni, de, hogy hallották a videóban is, telefonálnak, jelezzenek, mert kézműves kenyér készül, és azoknak, akik jeleznek. Jakab Hunor, ami nincsen ott a gépek, köszönöm szépen, hát remélem, hogy jövőre oda fog érni, a fúrással fog kezdődni, és jövő vasárnap is kérném Jakab Hunort, hogy jelezzenek, hogyha ne talán nem lesznek ott a gépek, addig én is fogok mint járni arra, és remélem, hogy fogom látni. És hát 3 millió lejes projektet zártunk a gyerekvédelemnél, annyi pénzt hoztunk be a megyében, az itt került elköltve a megyei gazdaságban, és a Covid-dal kapcsolatos intézkedésekre a gyerekvédelmi szociális rendszerünkben erre költöttünk, ennyivel kevesebbet kellett a saját költségvetésünkben fordítsunk a védekezésre. Kevés megye van, aki ezzel a lehetőséggel ért, és jó ötlet Sándor János az örökbefogadás, dobjuk fel az Agent Greennek, lássuk, mit fog mondani. A roma pasztoráció, cigány pasztoráció nagyon fontos, higgyék el, hogy nagyon-nagyon erősen kell azon dolgoznunk, hogy tényleg a mély szegénységben élő, nem csak roma cigány származások, magyar vagy bármilyen más számára kezdjünk el még több lehetőséget biztosítani, és ilyen szempontból az alcsiki katolikus roma pasztorációt igyekeztük a héten segíteni. Köszönöm Orbán Rozáliának. És ugye ma beszéltem az állásainkról, EU-s pályázatokon veszünk részt, amivel próbáljuk a matematikát játékosan, hogy tudják elsatítani okostelefon, laptop, számítógépen a gyerekek.
ehhez nyertünk Európai Uniós pénzt, és olyan gyakorlatot szeretnénk kidolgozni, amivel már a román nyelv mellett a másik nagy gond a gyerekeink tekintetében, úgy 8., mint 12. a matematika. És itt ugye előkerült a digitális oktatás, ilyen szempontból ezeket a projekteket visszük előre. Ebben is a megyei tanácsunk nagyjából úttörő, és köszönöm a magyarországi felvidéki partnereinknek, hogy EU-s pénzt együtt tudjuk lehívni. A héten volt kétszer is megyei RMDSZ vezetőségi gyűlés, befejeztem az egyéves mandátumomat, tehát azt most tovább fogom adni. És hát egyik legfontosabb téma, amiről beszélhettünk, és majd vissza fogunk térni többször, az a hulladékgazdálkodásunk. El szeretném önöknek mondani, hogy igen, itt is mind a Lot 3, tehát az előbb említett útszakasznál sajnos legalább másfél éves késésben vagyunk, másfél évvel előbb lehetnénk, ha nem kockás füzetben számolgatták volna a kollégák, hogy hogyan legyen a hulladékgazdálkodás, ha időben mindent felmérnek, ha időben mindent taszítanak előre, és ilyen szempontból bízom benne, hogy a hulladékgazdálkodás tekintetében tudunk lépni előre. Erről beszéltünk RMDS szinten a legtöbbet. Illetve hát elmondtam a múlt év megyei tanácsi beszámolónkat, bemutattam, és különösebb politikai kérdés nem volt, hanem persze mindannyian a medve kérdésre koncentrálunk. Erről beszéltünk nagyon sokat, hogy miniszter urat és Kelemen Unor szövetségi elnök urat, aki a koalícióban át kell vigye, úgyhogy legkisebb szervezet az RMDSZ a koalícióban, hogy ez hogyan legyen. Én gratulálok nekik, és tényleg abban bízom, hogy azok a fejlesztések, azok a források, amit a kormányzattól el lehet hozni, azt meg tudjuk szerezni, és tudunk ebből fejleszteni. Kedden tüntetés Bukarestben, nem úgy, nem akkora, és nem olyan módon, ahogy szerettük volna. Én meg szeretném mindenkinek köszönni, tehát mit tudom én, Siménfalváról 25-en jelentkeztek, Bögözből 20-an, most nem mondjam a csiki településeket. Tehát, hogy nagyon kápolnás szerint egy háza, egy teljes busztigért, stb. Tehát egy nagyon nagy tüntetés készült, ami kedden kellene meg a szervezése kerüljön Bukarestbe, de kiderült közben, tájékoztattak minket pénteken, hogy sajnos nem engednek csak egy-egy helyszínre 100 főt. Hát javasoltam, akkor legyen több helyszín, tehát a parlamentnél is, minisztériumnál több helyen legyen 100 fős tüntetés. Közben volt egyeztetés a Kovászna megyei kollégákkal is. Ők azt mondták, akkor visszamennek, hogy 100-an menjenek el megyénként, és akkor abban maradtunk, hogy kiválasztjuk a helyszíneket. Ha jól tudom, a Hargita megyének, a 100 fő Hargita megyéből, aki megy, a parlament lesz, és ennek lesz az engedélyezése. Tehát nem lesz ez ilyen sok ezres tüntetés, ahogy el volt tervezve. Ilyen tekintetben ez egy gond, de hát meg lehet többször is ismételni, illetve a településeinken is ki lehet fejteni a véleményt. Úgyhogy egy visszafogott habzással lesz a keddi tüntetés, de fogják hallani a hangunkat, és látták a mai szörnyű műtétet, amire át kellett essen egy ember. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon-nagyon komoly az ügy, és egyre inkább sürgős, még sürgősebb, nagyon sürgős, tarthatatlan az állapot, döntéseket kell hozni. Nem csak az azonnal intézkedés és kilövés, ami teljesen oké és normális, hanem még emellett van 31 vagy 32 olyan intézkedés, amelynek a meghozatalára szükség van ahhoz, hogy a medve kérdést érdemben lehessen tárgyalni, de erről majd fogunk beszélni. Holnap reggel tanácsülést tartunk, és kedden is kell tartsunk tanácsülést, úgyhogy lesz két tanácsülésünk. Több esemény lesz Brüsszelben, amelyeken hol például a honlapit online, de van amelyiket élőben jelen kell legyek, és többek között a medve kérdésről is fogok beszélni Brüsszelben. Ez a holnapi nap lesz. Nagy szintű, nagyon erős konferenciát szerveznek, és ott kértek fel, hogy a román delegáció részéről beszéljek.
És hát a héten csütörtökön építészeti világnak, majd készülünk itt jó néhány elképzeléssel, mert hisszük, hogy lehet és érdemes odafigyelni az épített örökségre. Ne feledjék, jövő héten 1-én és 2-án csütörtök és péntek a parkban, Csíkszeredában a legjobb pálinkákat, amit lehet Kárpát-medencében megvásárolni. Azokból lesz itt egy vásárról egybekötött bemutató. Jöjjenek el és vásároljanak, illetve biztassuk a termelőinket, és örvendünk, hogy sikerült Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek írt levelünk mentén, amikor 2017. január 30-án tanácshatározattal kértük, hogy segítsen, hogy a pálinkát, mint fogalmat használjuk a tömény italok keretébe, és azóta mennek előre a dolgok. Nagy István agrárminiszter is itt lesz a héten, és köszönöm Bece István kollégámnak és munkatársainak, hogy ilyen nagy évű 1100 mintás pálinka versenyt tudtak szervezni. És hát persze zárjuk péntek délután, ugyancsak péntek délután lesz Csomortánban a Kárpátokőre szobornál a megemlékezés. És hát szombaton, tehát pénteken a Székely Népviselet napja. Kérem mindenki, aki csak tehet, pénteken Székely Népviseletben menjen munkában. Persze, hogyha van a munkahelye, mert azért meg kell becsüljük a székely ruhát, és mondjuk olyan munkahelyen, ahol olaj vagy más, tehát a ruhát nem tudjuk megolni, az oda ne vegyük fel, de pénteken javasoltuk, hogy székely ruhában vegyünk részt a minden eseményen, programon, és szombaton az 1000 székely leány napja lesz. Pénteken beszéltem Korodetli a polgármester úrral, és nyerekben megtartásra kerül. Egy sajátos rendben, de lehet jönni, lehet tervezni, tehát pénteken 1000 székely leány találkozó Csíksomjon a nyerekben, és lehet jönni, illetve hát jövő vasárnap megint fogunk találkozni itt, és én arra kérem, hát nem tudjuk a Görbe Erzsébet elvinni a medvét Bukarestben, de elhozzuk a bukarestieket ide. Én arra kérem önöket, hogy írjanak, illetve ezt a videót osszák meg, és írjanak arról is még, hisz ez a videó élni fog a hét folyamán, fogok válaszolni minden megjegyzésre, és jelezzék azt is, hogy a témakörök tekintetében, illetve az ügyek tekintetében mit és hogyan. A Székely-Szent Tamási útügyében azt tudom mondani, hogy megnézzük, még nincsen sajnos olvások, pereskedések miatt nincsen nyári karbantartási szerződésünk. Ahogy lesz nyári karbantartási szerződésünk, egyértelmű, hogy amennyire lehet a járhatóságot kell tudjuk biztosítani. Én nagyon szépen köszönöm, itt vannak velem, és már sokszor elmondtam, hogy próbálják átcserélni a követéstől, úgymond a kedvenc kategóriában a nevemet a saját Facebook beállításuknál, és akkor mindenről fognak kapni értesítést. Addig is kérem, hogy írjanak, osszák meg, és a lájkolást ne felejtsék el, hisz most már tényleg mindjárt lassan, remélem jövő hétvégére meg leszünk a 63 ezeren, tehát növekszik a közösségünk, és ebben a közösségben én hiszek, önökben hiszek, hogy segítik, és nem azt mondom, hogy mind a székarkas, ugye csak azt szerint dolgozzunk, hogy önök mit mondanak, de megvetjük, megbánjuk, elmékelünk rajta, dolgozunk, és ahogy az előbb is sok-sok-sok megjegyzést kaptunk, ezeket mind-mind-mind komolyan vesszük. Úgyhogy viszontlátásra, és szép estét, eredményes hetet mindannyiunknak!